Köszöntök mindenkit, ez itt a TNG Podcast 4. évadának 7. része, a mikrofonnál Barkóczi Norbert. A mai epizódban egy 2006-os romantikus sci-fivel fogjuk folytatni a sorozatunkat, a Háza tónál című filmmel, és hát segítségemben lesznek beszélgető társaim, dr. Érelházi Zsuzsanna, szia Zsuzsi! Hello! Vajta Anett, szia Anett! Sziasztok! És itt van Varga Orsolya is, szia Orsi! Sziasztok! Tudjátok, jó, hogyha nem akartok lemaradni a következő részről, iratkozzatok fel YouTube, illetve a Spotify csatornákra, Facebookon is tudtok követni minket, a TNG Profession néven futunk, és ott mindig az aktuális adásról láthattak infókat. Na, szokásos módon mielőtt rátérnénk a mai témánkra, néhány filmes, sorozatos aktualitásokat beszéljünk át, hogy láttatok mostanában bármilyen említésre méltó filmet vagy sorozatot, nem feltétlenül kell, hogy idei legyen, amit úgy gondoljátok, hogy érdemes megosztani másokkal is, van-e ilyesmi. Tegnap este belenéztem a Will Trent nevű magasra értékelt ilyen detektív sorozatba, és csak azért hozom fel, hogy ti ne tegyétek, mert sajnos rettenetes. Ezen kívül ajánlással most nem tudok szolgálni, viszont megérkezett a héten a Bear 3. évada, ami ott a listán, mint erős város, csak még idő nem volt rá. Kevés paknás tisztás, igen, a Bear. Tavaly neked ez az egy number one lett, a legjobb, amely a Bearnek a második éved, úgyhogy gondolom, hogy a harmadikat várod. Nem tudom, hogyha most néztétek újra a házatónát, akkor feltűnt-e nektek a közös szereplő. Igen, milyen fiatal volt még ott, Ebomos Bachrach, talán jól ejtem. Anett, esetleg te láttál valamit mostanában? Leginkább olyat láttam, aminek már sok évada lement, és az újakba kezdtem belecsatlakozni. Az egyik volt az Emily in Paris. Most nem tudom, hogy rosszul emlékszem, hogy annak az is film alapján készült-e, mint hogyha beszéltük volna már. Azt nem tudom. Aki a főszereplője a időutazó feleségének, ő az volt abba is, de lehet keverem, mindegy. Illetve folytattam a Sárkányok házát, azt ugye múltkor említettem, hogy várom. Hát olyan felemás eddig, már lement az évad fele, az eleje izgibb volt, de most olyan semmilyen kb. Az első évadhoz képest eddig hova lőnéd be? Alá. Az első évad jobban tetszett. És most kezdtem el a napokban egy másik kis ilyen tini sorozatot, az Én még sohát, nem tudom, láttátok-e, a Never Have I Ever, egy indiai lányról szól, aki Amerikában középiskolás, és akkor ennek minden szépségével és buktatójával, illetve amit én várok nagyon, az az It Ends With Us, az augusztusban fog azt hiszem a moziba kerülni, Blake Lively lesz a főszereplő, azonos című regény alapján készült a film, illetve három sorozatot említenék meg, amit várok, az egyiket szintén mondtam már, a Last of Us, ezt továbbra is ugyanúgy várom, illetve azt hiszem, hogy 2025-ben jön ki a Szolgáló lány meséjének az új évada. Az hol járnak ők? Hanyadik évad jön majd most? Ötödik? Igen, és azt hiszem a befejező évad lesz az egyben, és most olvastam éppen, hogy kijött a nagy hír, hogy a Bridgertonban kinek lesz a következő etap dedikálva, az pedig 2026-ban fog megjelenni. Én ezeket várom, néztem, láttam. Orsi? Egy pozitív, egy negatív lesz. Az egyik, amit nagyon vártam, az a tehetséges Mr. Ripley-ből csináltak egy sorozatot, a Ripley-t, és a főszereplőnek a neve az mindig kifog rajtam, de ő az, aki a Moriartyt játszotta a Sherlock sorozatokban, Andrew valaki,
mindjárt eszembe fog jutni. Scott. Igen, köszönöm. És őt most nagyon zsenire értékelik egyébként, nagyon sok új filmje is van, meg megjelenése, és tényleg tök jól játszik. És maga a sztori, amúgy azt én tökre szeretem, és az eredeti filmet is, illetve már nagyon sok feldolgozása van, de a Matt Damon-os feldolgozást, ezt például rongyosan néztem, és nagyon vártam emiatt a sorozatot, de nagyon nagy csalódás volt nekem, tehát egyszerűen köze nincs kb. Szerintem ahhoz a fajta feldolgozáshoz, amit én ismerek, tehát hogy ez nem is volt amúgy cél. Igazából, de hogy nekem egy ilyen nagyon sötét hangulatú, nagyon vontatott dolog lett belőle, amit igazából nem érdekelt, hogy mi lesz a folytatás az első rész után, de egyszerűen nem tudott egy olyan cliffhangerrel, vagy valamilyen várakozással befogni, amit szerettem volna, úgyhogy ez itt nálam szerintem véget ért, ez a történet. És a másik, ami viszont tetszik, az a Morning Show-nak kijött a harmadik évada. Bár ez még tavaly... Igen, csak én most láttam igazából, szóval azért tudom most ajánlani, de nekem nagyon tetszik egyébként, és hát, hogy aki nem ismeri, esetleg Jennifer Aniston, meg Reese Witherspoon játsszák a főszerepeket, és ilyen Me Too-ra van felhúzva igazából, de nem olyan sablonosan, tehát, hogy a másik oldalt is megvizsgálja, megpróbálja azt is körüljárni, ugye a férfiak oldalát ebben a kérdésben, és nagyon érdekes dolgok sülnek ki belőle, és tök jól reflektál egyébként az aktuális problémákra, tehát, hogy mióta leforgatták a harmadik évadot, azóta megtörtént a Covid, meg a Covid-ból való kilábalás, meg hasonlók, és akkor ezekkel is foglalkozik, hogy ez hogy érinti amúgy az embereket, és szerintem tök érdekesen, okosan nyúl ezekhez a témákhoz, szóval hogy ezt tökre tudom ajánlani. Én moziban láttam a Quiet Place-nek a harmadik részét, Day One, hang nélkül, azt hiszem a magyar címen a hang nélkül sorozat, az mondja a harmadik része, de nem tért vissza a főszereplő színész páros. Ugye Krasinski rendezte az első két részt, és a felesége Emily Blunt volt a főszerep. Az elsőben még ugye szerepelt is, spoiler alert. Most a harmadikra már nem nagyon jöttek vissza, talán még producerként Krasinski ott volt, de más rendezte, más sztori, és hát Day One, tehát ebből érezzük, hogy ez egy ilyen előzmény dolog. Nem lett annyira szerintem erős, mint az első két rész, főleg nem annyira, mint az első, szerintem ez lett a legjobb. És hát az érződik, hogy azért ez nem egy ilyen hagyományos, nem hagyományos trilógiába gondolkodtak, úgyhogy ez nem egy ilyen bezáró filmecske, hanem inkább ez egy ilyen plusz egy sztori ebből a világból, és annak szerintem így kevés volt. Ha így önmagában ez a rész, vagy igen, önmagában ez a film kijött volna, akkor igen, ez a mi lett volna, ha, de hát nyilván a előző két rész árnyékában tudjuk csak ezt vizsgálni, és szerintem ez nem lett annyira nagyon erős, de persze akinek a Quiet Place univerzum tetszik, annak biztos, hogy ez a rész is be fog jönni. Illetve volt egy másik film, az pedig a The Bike Riders, ez talán nem annyira széles körben ismert, kicsit hányattatott sorsú film, itt a Covid, meg forgatás, meg sok csúszás volt, de a főszereplő páros miatt volt nekem igazából fontos. Az egyik Tom Hardy, azért Tom Hardy itt ilyen lazamotoros, 60-as, 70-es évek Amerikájában, Austin Butler, ugye aki a Dűne, idei Dűnében második részében is szerepelt már, ott elég jó alakítás hozott, itt sem rossz, kicsit ilyen, hát ez a klasszikus James Dean-es beütés, ez a nagyon laza, belőtt síró motorozás, belzsit, stb. Nem lett annyira jó a film, mint amennyit vártam tőle. Nyilván ez a motorozás, szabad élet, meg ilyesmi, szóval ezeket így hozza a dolog, de kicsi plusz hiányzott belőle. A sztori nekem így nem volt kerek, egy ilyen visszaemlékezés, félig meddig ez egy igaz történet, és akkor egy újságíró szemszögéből halljuk, illetve egy volt feleség szemszögéből. Nem jött úgy át így a feeling, nem egy rossz motoros film, de szerintem ugye a legjobbakhoz nem ér fel. De persze, aki szereti a motorokat, és Tom Hardy-t, ne adj Isten, és vagy, azt tegyen vele egy próbát mindenféleképpen. És ha már megemlítettél egy horrort a Quiet Place-el, akkor a városlistán van a Beetlejuice második része, ami érkezik idén októberben. Hogyha akkor tájt lesz kedved egy esetleg Tim Burton-ös vagy Halloween tematikájú epizódhoz, akkor jelentkezem. Nemrég jött ki az előzetese egy új Robert Zemeckis filmnek, Tom Hanks és Robin Wright főszereplésével, a
A Forrest Gump rajongóknak szerintem már ezek a nevek mondanak ugye valamit, tehát nyilvánvalóan a rendező és a két főszereplőről van szó. Nekik jön egy új filmjük, aminek semmi közel nem lesz a Forrest Gumphoz. A címe a Here, ugye ez az itt magyar címével nem találkoztam, minden esetben egy nagyon érdekes koncepcióval operál a film. Egy család teljes életét követhetjük nyomon egy fix kamera szögből. Tehát a kamerát ezt lerakták a forgatáson egy X helyre, és nyilván a házikó, tehát ez egy szoba egyik sarkába nagyjából, és onnan követhetjük végig az egészet, semmilyen kameramozgás nincs a filmben. Nyilván nem egyedi, vagy láttunk már ilyenre példákat a múltból, de mindenféleképpen érdekes ez egy ilyen nagy szabású, hosszú időt átülelő koncepciófilmet így végignézni. Nyilván itt lesznek azért színész fiatalitások, szóval egy ilyen grandiózus projektnek néz ki az előzetes alapján, úgyhogy ez szerintem mindenféleképpen város. Nem tudom, ti láttátok-e az előzetesét esetleg? Én nem láttam, de tök jól hangzik, imádom az ilyen filmeket, amik vagy egy helyszínre, vagy egy valami ilyen különleges dolog köré épül. Például az egyik kedvencem az a 12 tanú, és az is ugye gyakorlatilag egy teremben játszódik, és tökre. Hasonló, igen. Itt tényleg arra van szó, hogy elméletileg egy milliméter sem mozdul meg a kamera, de igen. Igen, már csak a főszereplők miatt is, tehát, hogy van nyilván egy ilyen kis Forrest Gumpos utánérzése, de szerintem direkt nem olyan lesz, tehát, hogy igazából semmi köze ugye a Forrest Gumphoz, csak a maga a gárda, az, aki készíti, az nagyon ígéretes, már csak a nevek miatt is. Én hosszabb távon várom még nagyon a Stranger Things záró évadát, illetve a Wednesday második évadát, és mind a kettőből kaptunk egy nagyon rövid teaser trailert mostanában, és mind a kettő nagyon jónak ígérkezik. Stranger Things-en én is így vagyok, nem is tudom, az még idén vagy a jövőre fog érkezni. Szerintem jövőre. Ez már csak jövőre. Jó. A Wednesday az kimaradt nekem az első évad, nem tudom, hogy esetleg fogom-e pótolni később, de lehetlen. Nagyon jó móka. Még esetleg az And Just Like That-et behoznám ide, bár szerintem az nagyon szűk szegmást érint, de... Vagy ennek a podcastnek a hallgatói biztos, hogy nem követik az And Just Like That. Egyébként én sem, sőt szégyellem magam, de igazából egy ilyen bűnös élvezet, tehát, hogy annyira rá lehet arra is függni, amikor így nézed, hogy egy ilyen katasztrófa történik előtted, és mindig nézed, és nem hagyod abba, ez inkább egy ilyen élmény, és tényleg arra is rá lehet függni, csak inkább fordított értelemben szerintem. Azt azért mondjuk el kedves nézőknek, és ezt nekem is úgy kellett elmagyarázni, nem tudom, tehát ez a Sex and the City, a Sex is New York sorozatnak egy, hát folytatás, mert ugyanaz, ez nem spin-off, csak nem tudom, hogy miért, lehet, hogy tudod, mindegy, ezt címet változtattak, és az And Just Like That címen újrakezdték, és ez már a harmadik évada lesz, igaz? Igen, de nem tudom, hogy miért változtattak neved, de egyszerűen az eredeti sorozathoz már nagyon kevés köze van, szóval annyira ilyen polkorrekt és egyszerűen rózsaszín minden, hogy ez már nem az a fajta sorozat, amiről eredetileg szerintem ez az egész híres lett, vagy népszerű lett. Én az eredeti sorozatnak nagy utálója vagyok, szóval... Én nagyon szerettem pontot, és ezért egy kicsit olyan negatív érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, de mindegy, csak hogyha valakit érdekelt volna véletlenül. Olyan, mint a szívek szaladájának a revival-je, hogy miért kellett hozzá nyújtani. Hát, ahhoz se kellett volna, így van. Kanyarodjunk rá a mai témánkra, a Háza Túnál című 2006-os film, egy nagyon rövid szinopszis, hogyha valaki esetleg nem látta volna ezt a, hát most már 18 éves filmet. Van nekünk két, Sandra Bullock, aki elköltözik a Tóparti házából, és egy üzenetet hagy az új lakó számára, Alex, Keanu Reeves érkezik be, ő fog beköltözni ebbe a házba, és hát meglepődve talál rá az elhanyagolt házikóra, válaszol két levelére, és rájönnek, hogy két év különbséggel élnek. Levelezni kezdenek, és elhatározzák, hogy találkozni is fognak, aztán pedig majd kialakul valami. Hát az első szokásos kérdés, nem tudom, hogy láttátok-e már korábban ezt a filmet, vagy esetleg most volt az első megtekintés, és mik voltak az első benyomások róla? Láttam már korábban, de csak ugye tévében, és ezért valószínűsítem, hogy nem a nulladik perccel a legutolsóig láttam, és ezért nem volt teljesen meg a sztori a fejemben, de körülbelül egy hete, másfél hete
újra néztem, és tudtam, hogy nagyjából ugye miről fog szólni, és most én teljesen elengedtem azt, hogy arra figyeljek, hogy az idő, meg hogy, meg mit ugrálunk, meg ilyesmi, úgyhogy nekem fel se tűntek lehet, olyan logikai bukfencek, amik lehet nektek egyből szembe tűntek, de ezt majd akkor megbeszéljük. Én abszolút csak így élvezni szerettem volna a filmet, és nekem tetszett, cuki volt nagyon. Meg ugye Zsuzsi már nagyon sokszor hype-olta, úgyhogy már ezért is jó, hogy végre behoztad, Norbi, aztán megbeszéljük. Nagyon-nagyon-nagyon szerettem régen, és emiatt a beszélgetés miatt újra akartam nézni, de rendesen féltem tőle, mert attól tartottam, hogy már nem azt az élményt fogja adni, amire én jaj, de jól emlékeztem, és milyen szuper, és egészen addig halogattam ezt az újranézést, hogy a podcast előtt 10 darab perccel fejeztem be, és örömmel jelenthetem, hogy még mindig szuper, és ugyanúgy néztem, mint Anett, hogy nem érdekeltek a logikai bukfencek, vannak, nincsenek, nem érdekel a háttér, én csak élveztem, szétbőgtem rajta az agyamat, úgy, ahogy kell egy ilyen filmen, és nagyon boldog vagyok, hogy nem vesztettem el ezt a filmet, hanem újra bekerült a sokszor újra nézős filmjeim közé. 18 évvel az eredeti megtekintés után. Most láttam először, egy hete, két hete talán, és nem, én azt nem értem, hogy nem láttam én ezt eddig, mert igazából külön-külön is a színészetnek, meg együtt is nagy rajongója voltam abban az időben, most is egyébként, de hogy akkor aztán tényleg egy csomó ilyen Sandra Bullock romantikus film jött ki a csövön, és annak mindnek nézője és élvezője voltam, és nem is értem, hogy ez hogy maradhatott ki. De azt hiszem, hogy már akkor egy kicsit ez a sci-fi vonal tartott vissza, mert tudtam, hogy valamilyen időutazós is van a dologban, és azok akkor annyira nem érdekeltek, de egyébként nagyon kellemes meglepetés volt, szóval, hogy igazából nagyjából azt kaptam, amire számítottam, hogy ez egy jó film lesz, élvezhető lesz, és lett benne valamennyi időutazásos dolog, vagy idő probléma, de igazából a romantikán van a hangsúly, tehát, hogy igazából ez viszi előre a filmet. És én például most kifejezetten, mivel nem tudtam, hogy pontosan mire számít, csak úgy nagyjából, ezért figyeltem a logikai bukfencekre, és sok helyen meg is akadtam emiatt ezen, és meg később biztos ki is térünk rá, de amúgy összességében nagyon tetszettnek szerint, szerintem a saját idejéhez passzoló film ez, tehát egy 18 évvel ezelőtt, amilyen romantikus filmek készültek, szerintem ez teljesen a helyén van. Részletekben, meg tévében, itt-ott elkaptam belőle, csomó jelentre így emlékeztem, de szerintem elejétől a végéig sosem láttam még így egybe, egészen mostanáig, és igen, ez a, hát igen, 2000-es évek, kora 2000-es évek, kis limonádé romantikus filmek, nagyon-nagyon az jött át így az egész filmből, hogy annyira ilyen kis kedves, kis ártatlan, kis aranyos, senki felé semmilyen bántási szándék nincs, olyan túlságosan, olyan, nem lehet róla olyan rosszakat mondani. Nem azt akarom mondani, hogy ez egy tökéletes film, vagy hogy nagy kedvencem lesz, de olyan kicsit olyan bájos, olyan furcsán, olyan szerethető. Nem is tudom, mi a jó szó rá. A film során is gondolkoztam, mi a jó szó rá, de nem ugrott be. Úgyhogy nem volt rossz, de majd később kitérek rá, hogy miért nem. Mindenesetre ugye van két fő szereplőnk, akiket már ugye említettünk, ők viszik ezért a hátukon a filmet, és egyikőjük sem idegen ettől a témától, mi Keanu Reeves azért szokott akciófilmekben, mondjuk kis Matrix, meg John Wick, de azért így időről időre ő az ilyen mélabús, szomorú hőszerelmest is meg tudja villantani, és ez neki nagyon jól megy, Sandra Bullock meg szerintem ezt a nagyon kis megtört, ázott veréb, de azért nagyon kedves, szóval azért ezek azért mennek nekik, úgyhogy, és hát ugye azért ők már játszottak együtt, azért jól emlékszünk mindannyian a 96-os Féktelenül című filmet, mert ezen nyomultak ez egy kicsivel nekem jobban tetszett, nem mindegy, erről bezár. Szóval a kérdésem igazából csak az, hogy Sandra Bullock és Keanu Reeves a kémia köztük szerintetek milyen volt a távolság, hogy állt nekik, és kialakulhat mély kapcsolat, hogyha csak írásban tudtok kommunikálni a másik féllel? Mit gondoltok? Szerintem működött köztük a kémia, jobban, mint akár a Speedben, ami
tényleg egy korona ékszer a 90-es évek filmjei között, ha engem kérdezel, és nagy részben hozzájárult a liftfóbiámhoz. Szerintem nagyon jól működtek együtt, és szerintem működhet írásban a dolog, főleg akkor, hogyha hozzájön egy csodapostaláda, tekintve, hogy már maga a tudat, hogy két év különbséggel beszélgettek, annyi extra izgalmat ad, amivel egy kisvárosi nyomi ügyvéd sajnos nem tud versenyezni. Viszont mind a két mellékszereplőt mélységesen sajnáltam, és az én fejemben ők a háttérben összejöttek, és nagyon boldogan élnek. Várj, most melyik kettőre gondolsz? A Keanu Reeves-nek a kolléganőjére, aki szegény úgy loholt utána, hogy igen. Nem volt szövévre. Aki elvitt a partira, igen, magával, és összejött a házigazdával. Visszatérő párjára. És ők olyan szép szemekkel néztek egymásra, amikor összefutottak, hogy az én fejemben minden jó, ha a vége jó alapon ők is boldogok. Uh-huh. Erre én is gondoltam, igen. Na de szerinted, Anett, tehát tudna egy ilyen mély kapcsolat kialakulni, ha csak írásban tudtok kommunikálni, ráadásul mennyi időkülönbsége? Szóval, oké, értem én, hogy 2006, de azért akkor is volt már internet, meg e-mail, és akkor... nem tudom, hány naponta néztek rá a postaládára, és akkor valaki visszaír annyit, hogy ok. Jó, na itt igen, itt az első logikai bukfenc, ami engem annyira nem érdekelt. Igen, tehát ebben az esetben ugye a pasi az szerencsétlen nagyon szenvedett, mert hogy ő mindig két évvel le volt maradva, aztán neki mindig várnia kellett többet, valószínűleg mint a lánynak. Ne, várj. Én úgy értelmeztem, hogy ők instant, szóval amikor például ott álltak a postaláda mellett, akkor ott instant tudtak beszélgetni. Én csak arra gondolok, hogy amikor éppen nem álltak ott. Igen, de gondolj bele, hogy és akkor most észrevettem egy fura dolgot, hogy amikor meg arról leveleztek, hogy mikor, hol legyen a csávó két év múlva, akkor az miért nem egyből kapta meg, érted? Megkapta az infót, csak két évet kellett várnia, hogy de igazából szimmetriára jött ki, mert ha belegondoltok, Keanu Reeves várt két évet Sandra Bullockra, hogy találkozzanak, hogyha nem teljes két évet, spoilerek nélkül, viszont utána Sandra Bullock is nélküle volt két évig. Szóval mind a ketten úgymond kitartottak az érzelmeikben viszonylag hosszabb ideig. Igaz. Na, de hogy amúgy a kérdésre visszatérve, szerintem működhet írásban, hogyha olyan emberek között történik, akiknek így is, tehát ez beállítottság kérdése, erre akarok kiukadni, mert szerintem fellángolhatnak érzelmek olyan iránt is. Az más kérdés, hogy nyilván élőben utána milyen lesz, de... szerintem simán. Én is azt gondolom, hogy simán, mert egyébként pont a mi generációnk az ilyen chat szerelmeknek a bajnokai voltak annak idején talán, hogyha lehet így mondani, tínédzserkorban, szóval, és ott aztán nem volt szerintem a távolság akadálya az ilyen dolgoknak a kialakulásának, tehát ez pont ez arra ment ki, vagy hát megtörténhetett, hogy valaki írásban simán beleszeret valakibe, főleg egy ilyen lánglelkű tínédzser hozzáállásra. Szóval, hogy szerintem ez totálisan lehetséges, inkább az, hogy ők nekik akár ugye sokat kellett az üzenetekre várni, de nyilván inkább ennek az ilyen logisztikai okai voltak, tehát tényleg, hogyha ott álltak a postaláda mellett, akkor instant megkapták az üzenetet, de nyilván nem azzal töltötték a napjaikat, hogy ott álltak a postaláda mellett, hanem néha oda látogattak, és akkor megkapták az üzenetet éppen. Viszont az én számomra egy kicsit az ő esetükben túl hamar csapott át ez egy ilyenbe, hogy csak így beszélgettek, és akkor utána hű, hát ez de jó, már annyira hiányzott. Tehát, hogy így egy kicsit ilyen hirtelen váltás volt ebben a dologban. Nyilván mindenki tudta, hogy ez fog történni, de hogy akkor is egy kicsit ezt úgy finomabban is megírhatták ezeket a részeket, de amúgy alapvetően szerintem ebben nem volt hiba egyébként. Tehát ez simán lehetséges lenne. Maga az időutazás része, értem és lehetem is fogadni, hogy nyilván ennek a filmnek ez nem egy központi kérdésköre, maga a film sem, a szereplők, főszereplők sem akarnak, nem akarnak ezzel foglalkozni igazából, de
Én azért egy picit megpedzegetném ezt a témát, de hogyha azt mondjátok, hogy ez nem ér annyit, akkor haladhatunk is tovább. De ez minden esetre szóval, hogyha én ott vagyok, konkrétan nevezzük nevén egy időgép előtt, akkor én azért megpróbálnám azt, hogy megérteni annak a működést. Tehát hogy megy ez, hogy akkor belerakja? És akkor, na de akkor most az ott alul a földben valami ezt csatlakozik, hogy akkor cseréljük le egy nagyobb postalád, cseréljünk le egy akkora postaládában, amiben bele tudok bújni, és akkor én is át tudok menni, nem? Tehát azért szerintem biztos van akkor a postaláda valahol, amiben egy ember belefér, és akkor csak bemújsz, pikpak, a piros kis zászlót lehúzod, és meg ki is ugrasz. Szóval engem egy picit így azért, vagy nem tudom, nem is az, hogy oké, nem magyarázták meg, mert értem, hogy nem ez a fő mozgató rugója, csak hogy ennyire nem is érdekelte úgymond a karaktereket, hogy ja, persze, dumálunk, ja. És akkor így, még ugye barát tesójának is elmondják, és akkor így, ja, jó. Tehát senki nem akad ki ezzel, vagy kezdi el kiásni azt a rohadt postrát, hogy mi van alul, alatta van egy fekete lyuk, egy részecske, egy gyorsító, vagy most mi van? De akkor szerintem ez csak így engem, igaz? Jól érzem, hogy engem izgat? Én csak nagyon röviden, ha hozzáfűzhetem a mondandómat ehhez, hogy mentem azzal a flow-val az időutazás kapcsán, amit az elején is említettem, hogy én csak élvezni akartam, tehát nekem pont jól is esett a kis lelkemnek, hogy nem kellett semmit különleges italt meginni, gyógyszert bevenni, ilyesmi dolgokat körbepörögni magukon, meg ilyeneket csinálni. Úgyhogy nekem az tetszett benne. A másik pedig Norbi a bemászni a postaládába analógiára, az a film már létezik, és úgy hívják, hogy időről időre, amikor a szekrénybe mászik be. Szóval az már előtték azóta. Jó, akkor ez tudod, valami gyerekkori dolog lehet, hogy be akarok mászni dolgok helyekre, anya mélybe visszamászni, vagy nem tudom, valami mélyebb cucc. Bocs, oké. Okay. Én értem, mert ez a racionális hozzáállás szerintem, én azt tudom támogatni, csak például az a részével egyetértek, hogy a rokonok meg az ismerősök, ezek miért nem akadnak ki? Most, hogyha valaki azt mondaná nekem, hogy 2006-ból levelezik valakivel, akkor biztos, hogy elküldeném az orvoshoz, vagy ilyesmi, szóval, hogy ott valami nem smakkol. De az, hogy mondjuk lecserélje a postaládát, az például védhető szerintem azzal, hogy elrontja, tehát hogy most örül, hogy működik, és akkor történik valami, tudnak levelezni, de most, hogyha ahhoz a cucchoz hozzányúl, akkor lehet, hogy örökre elromlik, mint amikor véletlenül bekötik a pornócsatornát, és akkor, hogyha hozzányúlsz, mint a jó barátokban, akkor el fog tűnni. Szóval, hogy ez ennyiben védhető szerint. Vagy hát nem, igen, tényleg nem is ez a fókusz a filmnek valóban, szóval, hogy miért így, meg miért úgy, de amúgy hogy engem is érdekelt volna valamiféle magyarázat legalább, hogy ez hogy történhet meg, vagy miért így történik, meg hogy egyáltalán hogyan lehetséges, mi okozta ezt a helyzetet, hogy ez előállt, és erre nem nagyon kapunk választ. Na, köszönöm, akkor tehát legalább nem csak engem érdekel ez a rész. Igen. Nekem nagyon tetszett a férfiúi szemszög, tehát bennem fel sem merült, hogy bele kellett volna mászni a postaládába. Ugyanakkor, ha a Harry Potterhez élünk vissza, a volt nincs doboz is szenvedett emberek transportálásával egy darabig. Tehát lehet, hogy mondjuk szanaszétestek volna, ha bebújnak a postaládába. És bár én nem akartam szétszerelni, de nem tudom, hogy bármelyikőtökben felmerült-e, hogy ez a postaláda, és csak a postaláda. A postaláda volt a különleges, a tó, a ház, vagy az én kedvenc elméletem, a kutya. Mert mindent a kutya kavart össze, a kutya és a postaláva, vagy az univerzum. Mert nekik annyira együtt kellett, hogy legyenek, hogy minden összejátszott. És másnak is működött volna a postaláda? Miután találkoztak, a kutya tovább szaladt? Engem ez a rész érdekelt, így nem maga a postaláda működési mechanizmusa, hanem hogy pontosan miért történik ez, de inkább ilyen sorsszerűség úton indultam el, nem részecske gyorsító irányba. Teljesen jogos a felvetésed, és igen, lehet ezzel a vonal is elindulni, és szerintem érdemes is, mert a filmben van szerintem egy ilyen nagyon-nagyon enyhén belibbentett dolog, és mégpedig az, hogy ugye Alexnak, a Keanu Reeves karakterének az apja építette ugye ezt a házat még az anyjának. És hogy itt is nagyon sok ilyen metafora megjelenik, tehát ugye van a ház, azt többször is elmondják, ugye, hogy
üvegekből vannak az ablakok, de nincsen lépcső, izolációban van, de ugye mindent lát kifelé, ugye mint az apja is távolságot tartott a fiaitól, a feleségétől. A feleségek építette ezt a házat, tehát akkor valószínűleg a postanádát is ő építette, és akkor az apja, akkor ő egy valamilyen, tehát valamilyen meg nem magyarázott magasabb hatalom, és akkor ő ezért építette ezt, és akkor igen, csak nekik tud működni, akiket úgymond a sors is egymásnak rendeltetette el, és akkor másnak nem tud működni. És az egész ház egy kicsit olyan megfoghatatlan. Itt a padlásra is gondolok, hogy az többször van jelenet, hogy a Keanu Reeves, Sandra Bullock is külön-külön felmennek a padlásra, amit kívülről nincs is padlás, egy üvegépületről van szó, kicsit ilyen misztikus, de ilyen meg nem magyarázott módon. Na de közben meg van egy olyan jelenet, amikor a testvérével beszélgetem úgy a tetőn, és akkor oda hogy jutnak föl, hogyha nincsen lépcső például. Hát meg hol van az a padlás megint csak, igen, hogyha ott vannak a tetőn. És a fát, amíg évekig nem élt ott senki, valaki vagdosta? Ja, ezek teljesen jogos kérdések, és szerintem itt valamilyen ilyen misztikus vonalat kell talán keresni, mintsem tudományos, ami szerintem tök okés, és ja, még egy gondolat, igen, a kutyára való visszatérés, hogy ő aztán tényleg nem tudom végképp, hogy az apjának ő is valamilyen teremtménye lehet, vagy ő valami magasabb, ő az univerzum, vagy valami időn kívüli valami lény lehet, ami hát ilyen kupidóként összeköti az embereket, vagy valami ilyesmi. Alexnek az anyja visszajött kutya képében, azt sem lehet kizárni. De az ő karakterében, Alex apjának a karakterében láttatok bármi különlegeset, ami erre utalhat, hogy ő neki lehet valami ereje? Most azon kívül, hogy majdnem elvitte a szívinfarktus, vagy valami ilyesmi, aztán meg mégse. Mert nekem például azért nem is jutott eszembe egyáltalán ez a vonal, mert nekem semmilyen ilyen utalás nem rakódott össze róla. Inkább mondjuk a művészet, ott a fényről való értekezés, de én alapból csak simán az univerzum és a mindennek az együttműködése, hogy két ember egymásra találjon, vagy ha egészen visszakanyarodunk a sorsügynökségig, akkor simán mondhatjuk azt, hogy Alexnek ott aznap nem kellett volna meghalnia, és az univerzum kijavította a hibáját a lehető legkisebb glitch-el. Viszont én csak egyedül amiatt hajlok update teóriája felé, Norbi teóriája felé, mert én rajongok Christopher Plummerért, és alapból én, ha őt meglátom, én teljesen tacsom vagyok, és azt is elhiszem, hogy ha ő az Isten ebben a történetben, vagy valami felsőbb bárki, és szuper volt látni őt még egy ilyen úgymond negatívabb karakterben is egy kicsit, és ugye neki nem ez az első, amikor egy szigorú, de amúgy nagyon szerető édesapát játszik, gondoljunk itt csak a muzsika hangjára, szóval lehet, hogy kicsikét elviszi a véleményemet a színész iránt érzett szeretet. Ugyanakkor, ha szavazni kell, akkor én az univerzumra szavazok. Ez a felsőbb hatalom dolog, ez nekem egyáltalán szintén nem jutott eszembe, de nem is hiszem, hogy lenne szerepe, inkább a háznak szerintem az a szerepe, hogy Alex visszatér a gyökereihez, úgymond, tehát, hogy ez az ő otthona volt, amit ugye az ő édesanyjának építettek, és akkor ő visszatér oda, de ráadásul még egy ilyen plusz egzotikus helyszínt is ad úgymond a történetnek, szóval, hogy tényleg egy ilyen különleges helyszín, de hogy magasabb hatalom lenne a szerepe ennek, azt nem gondolom például, de ráadásul azért is érdekes ez, hogy miért odatér vissza, és ott találja meg úgymond a szerelem, mert hogy arról is értekeznek amúgy a filmben, hogy ugye az apja az anyjuknak építette a házat, de közben meg nagyon boldogtalan volt ott az anyja, hogyha jól emlékszem, tehát, hogy ő próbálta ezt a kapcsolatot megmenteni, de nem sikerült, és hogy akkor igazából ez nem egy túl jó analógia az ő pozitívan kicsengő szerelmi életére, mármint az Alexére. Tehát, hogy igazából nem igazán látom a párhuzamot a két történet között, hogy az apjával ott mi történt, meg Alexel mi történt. Beteljesületlen elrontott szerelem, amit megint csak azt mondom, hogy az univerzum balanszra törekszik. És mivel ott az édesanyja mindig is, tehát az volt talán a sztori végé, hogy az anyuka soha nem szeretett ki az apukából. Tehát, hogy elhagyta, mert el kellett hagynia, de ettől függetlenül még szerette, és valahogy ez. És hogy eredetileg ugye az apuka is nagyon szerette az anyukát,
csak hát a hatalom meg a hírnév vitte tévútra. Csak hogy egyszerűen Alex történetéhez nem sok mindenben tud kapcsolódni egyszerűen. Tehát, hogy ő meg egy egészen másfajta életet élt, és aztán visszatért oda ebbe a házba. Ugye többször is, ha jól emlékszem, beszélnek róla, hogy ő inkább egy ilyen tékozló fiószerű lehet, és akkor ő visszatért oda, de se a Sandra Bullock és a Alex anyja között sem sok párhuzamot látok igazából, tehát hogy az ő szerelmük beteljesült alapvetően, és így nem igazán látom a kapcsolódási pontokat, de lehet, hogy csak én vagyok botor hozzá. És akkor itt hagy hozzam fel a meggyőző érveket, mint a film egyik fontos szereplőjét, és én, mint Jane Austen rajongó, és mint olyan ember, aki legalább négyszer olvasta a meggyőző érveket, nincs jól leírva. Nem is erről szól a történet. Nem értem, hogy miért egy olyan könyvet hoztok be a sztoriba, amit aztán nem adtok vissza így nagyon broad strokes-ban sem. Tehát, hogy így miért? Örülök, oké, hogy megemlítik, és hát, ha elolvasták páran ennek köszönhetően, de hogy így nem volt jól leírva. És mindenki olvassa el, és filmeket ne nézzetek belőle. Hogyha az eredeti verziót is láttuk volna, akkor ezzel kiderülnek, mert amúgy ez egy feldolgozás, egy 2000-es dél-koreai film, Ilmare, hogyha jól ejtem, annak a feldolgozása, és lehet, hogy abban ezekre is fény derül, vagy ezek is talán benne vannak, ezt nem tudom, mert sajnos nem láttam. A film végére kanyarodva, ugye, hát nyilván happy end, amúgy nem nyilván, ezt visszavonom, bocsánat, én a filmnek a hát legutolsó percekig azt hittem, hogy ilyen hát nagyon szomorú, keserű vége lesz, amit annyira nem szeretsz, Zsuzsi, hogy már pedig meg fog halni, vagy halott marad Keanu Reeves karaktere. Ajánlottam volna ezt a filmet, ha ez így történik. Jogos az úgy. Szóval én már elég korán éreztem, hogy valami ilyesmi lesz, és akkor nyilván az a baleset, arra is már visszatérhetünk. De most a kérdésem inkább az, hogy nem lehet, hogy az egész csak két fejében látszódik le. Értem, hogy ez egy nagyon olcsó forgatókönyvírói húzás, hogy az egész csak egy álom volt, csak egy fantázia, de mi van, hogyha tényleg az volt, és Alex az tényleg meghalt, és akkor végén már csak annyira mély depresszióba magának kivetíti ezeket a dolgokat, de amúgy ez az egészet csak ő képzelte össze. Ennyire ne dallaszozzuk meg, nem? Racionalizáljuk el a történetet. Próbáltam pedig egy Pamela kicsit. Nem álmodta. A legvégén találkoznak, és ott vannak a nem tudom milyen kukoricatáblák között, és akkor a nap rájuk narancsárga fénnyel, az egész kicsit ilyen álomszerű, de akkor sokat látok bele, azt mondjátok, hogy nem. Hát ez csak ilyen 2000-es évek romantikus komédiája húzás, a kukoricatábla meg a napsütés, szóval, hogy annak ott benne kellett nem lennie, mert különben nem lett volna jó romantikus film. Nekem az egyetlen érv amellett, amit Norbi mondott, hogy talán tényleg meghalt Alex, azt támasztaná esetleg alá, hogy nem tudom, hogy valamelyikőtök ránézette a plakátjára ennek a filmnek. Ugye ketten vannak rajta, két színesben, Alex pedig fekete-fehérben szerepel. Ez talán valamilyen analógiát adhat, de nekem alapvetően nem volt az az érzésem, hogy ez csak álmodta. Ebben a filmben ez, ahogy tényleg megtörtént, ez ilyen elég ilyen hát relatív, tehát hogy is működnek itt ezek a párhuzamos idősíkok, és szerintem én azon a állásponton vagyok, hogy ez a minden pillanatban végtelen számú lehetőségből, végtelen számú univerzum, párhuzamos univerzum nyílik, és amiket láttunk, azok mindegyike megtörtént, egy-egy lehetséges kimenetelét látjuk az eseményeknek, és akkor volt, ahol meghalt, és úgy maradt, de volt, amikor meg sikerült megmenteni. De ettől függetlenül szerintem, amit már említettetek ti is, hogy néhány hát inkonzisztencia, vagy szóval nagyon nagy plot hole-ok vannak a filmben, és hogy ezt simán lehetem úgy ezek nélkül, vagy hát, hogy lehet élvezni a filmet ezektől függetlenül is. De szerintem, és akkor az a filmnek az egy központi része, hogy amikor ugye a film közepe fele, még talán az elején van, hogy ugye előtt a busz egy random embert, és két karakter odarohan, és megpróbálja megmenteni, és nem sikerül, és még utána se, és hogy ez nagyon a szívére veszi. Akkor kérem szépen, akkor nem fog emlékezni az arcára, vagy a nevére, hogy amúgy ő volt, akit annó azon a bulin
ugye megcsókolt, és amúgy megcsalta a párját, az akkori párját, szóval két, amúgy egy tök izé. Már mi ez már? Azokban a romantikus komédiában, hogy mindig vannak ezek az ex-pasik, vagy barátnők, akik mindig nagyon negatív, nagyon undormány módon viselkednek, hogy könnyű legyen őket utálni. Ebbe tökre nem, ebbe mind a két másik páros, az tök kedvelt, és semmi rosszat nem csináltak. Hát két csalcot, meg a smárat, egy full random vadidegennel, aki valami házat akar rásózni, az kimennek, az smaciznak, nem már. De azért, mert ki volt szerencsétlen a pasiától, mert meg akkor a szülinapi partit szervezett neki, hogy a háta közepére nem kívánta azokat az embereket, akiket nem is ismer. És akkor vele meg ismerős érzés kapta el, és ezért is már voltak. Hát igen, de hogy nem emlékezett rá, amikor megmentette, vagy nem sikerült megmenteni az életét, ez a probléma. Igen. A filmben van egy darab elejtett dolog, ami ennek a megtörténési valószínűségét előirányozza, illetve egy másik, amit szerintem ti lányok fogtok érteni, Norbi nem biztos. Az első, hogy mesél arról, hogy 16 éves korában elszökött otthonról, élete nagy szerelméért, és elköltözött, és énekesnő akart lenni, de hogy már nem is emlékszik a fiú arcára. Ergo, Sandra Bullocknak, vagyis hogy a karakterének Kate-nek rossz az arcmemóriája. Én ezt elfogadom. Kezdődő demenciája van. Mindent értek. Mindent ezért halucinált a teljes történetet. Ezért halucinált az egészet. Tessék. Na de, második bizonyíték. Lányok, láttátok a Grace Clinic-et? Az első pár évadot? Szó. Megvan nektek a 007-es rész? Nincs. Spoiler mindenkinek, aki még nem látta a Grace Clinic elején. A 20 éves sorozatról beszélünk. Egy karaktert. George meghal. Előtt benne egy busz. És ha előtt egy busz, akkor nem úgy nézel ki, mint egy szombatesti partiban. Igen, ez. Ergo a legjobb barátja sem ismeri fel, és csak onnan esik le, hogy a haldokló ott fekvő fazon a legjobb barátja, hogy a becenevét belerajzolja a tenyerébe a csajnak. Szóval ha előtt a busz, akkor valószínűleg nem vagy annyira felismerhető állapotban. Igen, ezt én is akartam mondani, hogy valószínűleg összetrancsírozta a busz szegényt, de amúgy ezt segítsetek már kibogozni, mert most, hogy így beszéltünk, összekavartam magam szerintem, hogy ugye a film elején előtti a busz, oké. Okay. Aztán elkezdenek levelezni, tehát ez a baleset után történik a két életében, amikor elkezdenek levelezni, ugye? Két számára ez azután történik, igen? Igen, és akkor ugye a Alex meg azért megy oda a partira, ahol smárolnak, mert megtudta levélben, vagy nem tudom, valahogy, ahogy levelet összetalálkoztak utána a boltosiával. A kutya oda vezette a csávóhoz, aki igen, akkor pakolta be a borok, szóval a kutya oda vezette. És akkor beinvitálta, igen. Igen, és hogy lehet, hogy ez megtörtént akkor is, már előtte egyszer, vagy hogy mondjam, de akkor ugye nem akart mondjuk bemenni a házba, Alex, de azért fogadta el a meghívást végül is, mert rájött az elbeszélésből, hogy igen, ez az a Kate, és ő is azt a ház, vagy nagyon szeretne a tópartján lakni, meg mit tudom én, ezek a dolgok, szóval, hogy az már a halála utáni folyományoknak a következménye, vagy nem tudom, értitek-e, hogy mi zavart engem össze, vagy most még jobban megkavartam, de hogy azért nem emlékezett szerintem két rá, mert az korábban nem történt meg. Azért történt meg, mert utána vissza. Szerintem megtörtént, mert ugye még mielőtt megtörtént volna a múltban, láttuk a jövőben hivatkozni rá az exet. De szerintem az időrend úgy nézett ki, hogy ott élt Alex a házban, elköltözött, ott élt két a házban, elköltözött, és ugye ott kezdődik a sztorink, hogy két elköltözött a házból a városba. És nagyjából aznap, vagy azokban a napokban halt meg Alex az eredeti sztori szerint. Igen, és addigra már igazából minden, amit a filmben látom, már megtörtént, és a végén ugye a halált próbálja, ugyanezt a buszbalesetet próbálja megakadályozni. Mert ugye két év telik el, tehát, igen. És két év valamiért a pulya a doboznak.
Szerintem amúgy ezen még itt lehetne matekozni meg, hogy mi után, de szerintem ez egy klasszikus eset amúgy, hogy az információs paradoxon, szóval nem fogjuk tudni visszavezetni, hogy honnan jött az információ. Nem fogjuk tudni megfejteni, de tényleg nem, ezen van a hangsúly amúgy a filmben. Vagy de amúgy legalábbis... ez engem, bocsánat, tökre meggyőzött egyébként, mert nekem ez egy nagyon nagy logikai bukfenc volt, hogy miért nem ismeri fel, és erre például nem is gondoltam, hogy hát, ja, amúgy szétrancsírozta egy buszt, szóval valószínűleg nem úgy érde. És ott nekem át se jött, hogy amúgy az tök jogos, hogy ezek után nem ismeri fel, bár mondjuk mivel ő orvos, éppenséggel az azonosításáról még értesülhetett volna, hogy ki volt ez a csávó, ráadásul mivel ugye annyira a szívére vette ezt a dolgot, hogy ő meghalt, és emlékszem, hogy még a kollégája próbálta nyugtatni, mert hogy talán ez volt az első haláleset, és amit neki kezelni kellett, vagy nem is tudom, nekem úgy jött át, és hogy emiatt talán még éppen a tudomására is juthatott volna, de ez meg olyan szürke zóna, igen, hogy akkor most igen vagy nem. Hát ha így is szívére vette, nem hiszem, hogy az orvosoknak javasolva van, hogy a halott pácienségnek nézzenek utána, mert utána elég sok orvosunk elég hamar kiszállna szerintem a munkakörből. És ugye azt azért is mondta neki a főnök barátja, hogy így menj el innen. Tehát lehet még az azonosítás előtt azt mondták, hogy menj innen és pihenj. De amúgy ez bennem is felmerült, hogy egy Google keresés dúd, és akkor látod, hogy meghalt, és nem kell rohangászni, hanem rendben időben megmented. Még egy dolgot esetleg bedobok, de tényleg csak annyi, hogy a két is Morgan, ugye a pasia, amikor már az apartmanban lapnak a film vége fele, és akkor megint összevesznek valami, van valami kis nézeteltérésben, vagy a szobában, és akkor elkezdett toporzékolni, és akkor pont, ezt nem tudom úgy, hogy szándékosan, vagy véletlenül, az egyik faléc ott megmozdul, és akkor megtalálja azt a könyvet, amit még a vonatállomáson hagyott ott, nem tudom, nagyon rég, mert oda visszarejtette, de ilyen jelentet nem is láttunk, meg szerintem utalást láttunk arra, hogy ő ezt az ő apartmanjuknak a padlózata alá fogja rejteni, és ő majd megtalálja véletlenül, hogy... Alex tudta, hogy két hol fog élni, ami ugye akkor épült, amikor Alex szakított úgymond a múltban két. Ugye láttuk, hogy ültetett neki oda egy fát, hogy lásson fákat, ha kinéz az ablakán. Ergo szerintem, mikor két azt mondta, hogy ennek legyen vége, ne beszéljünk többet, de a könyv még Alexnél volt. Alex egy ilyen utolsó, még ezt a gesztust, az építkezésre. Gondolom, apuka építész volt, egy csomó lehetősége bejutni bármelyik építkezésre, amit akart. Ő maga is építőmérnökként, vagy építészként. Okay. Azt látom szóval fogadni. És utána de hogy, megint csak. Hogy véletlenül majd pont jókor megtalálja, amikor pont kell neki a sors, és pont rálép. Utána semmit, csak visszaemlékezett. Nem ez triggerelte a megmentést, hanem a házról készült kép. Én értem, csak annyira olyan semmiből jövő módon megtalálta, hogy most meg kell, hogy találja ezt a könyvet, és akkor megtalálta azt a könyvet. Hát akkor nagyon sok filmet nem néznénk, hogyha ez lenne a döntésnek az alapja. De értem, hogy nagyon hiányzik belőle a racionalitás. Amúgy az előbb, mikor beszélgettünk róla, hogy miért nem jutott eszébe senkinek, hogy megkérdezze a családból, hogy most kajak levelezgetsz valakivel a jövőből. Ha emlékeztek, ugyanezt kérdeztük a Hör esetében, hogy nem zavar, hogy egy robottal van együtt, tehát hogy így a racionalitás az nagyon-nagyon sok helyről hiányzik, és pont ez a lényeg. Igen, értem, jogos, csak tudod a körítés, hogy hogyan adják el neked, és akkor ott a Hörben ott ez ilyen nagyon ilyen újszerű, de társadalmilag már sokak által használt szolgáltatás volt, vagy szoftver, vagy akármi, szóval sokan használták. Itt meg csak ők, senki más. Tehát ezért, igen, ezért másabb szerintem egy picit. De ez amúgy olyan, nekem például fel se tűnt ez se, de mondom, én ebbe a flow-ba voltam végig, hogy nem is annyira figyeltem rá, viszont ez a könyves utalás nekem csak annyi tetszett belőle, hogy igen, emlékezett rá, akkor felvette a vonatállomáson, magával vitte, és akkor utána meg egyszer csak ott volt. Valakinek esetleg nem tetszett volna annyira a film, akkor ismételten tudom ajánlani a
Féktelenül című 96-os akciófilmet, ugyanezek a főszereplőkkel, az egy picivel másabb téma. Na de nem ez lesz az ajánlásom, mivel a szokásos ajánló résszel fogjuk zárni a mai részt is, akinek viszont tényleg a házatónál tetszett, annak hoztunk egy néhány ajánlást. Én első körben, hát lehet, hogy magas labda, vagy ti is gondoltatok erre, de a Pillangóhatás című filmet hoztam 2004-ből, ugye ott Ashton Kutcher főszereplésével, ennek vannak folytatásai, azokat erősen nem ajánlom, de az első részt azt igen, és ott is hasonló, ott azért jóval drámaibb, az nem ennyire limonádé romantika, ott jóval drámaibb, még régen, amúgy elég régen láttam a Pillangóhatást, de még szerintem még ilyen horror elemekkel is teletűzve, szóval eléggé más stílusú, és ott egy picivel azért máshogy van kezelve a dolog, ott minden egyes ilyen utazás után így az emlékei, az új emlékei, azok elöntik, és egy picit máshogy van megközelítve a dolog, de szerintem az is nagyon érdekes módon hozza be ezt az időutazás vonalat, úgyhogy a Pillangóhatást ajánlom. Nektek, csajok, vannak esetleg ajánlásaitok? Én a színészek vonalán indultam el inkább, mert amilyen párhuzamos univerzumos, olyan nem jutott most eszembe. Viszont ugye Keanu Reevesnek egy nagyon régi filmje, én azt nagyon szerettem, ami engem is meglepett egyébként. A Matrix. Nem, az is egyébként nagyon király, de a Konstantin a démonvadász. Az sci-fi gyakorlatilag, de tényleg nagyon jó. Tehát én ezt moziban láttam, és nem is gondoltam a tartalom alapján, hogy ez engem egyáltalán érdekelni fog, és kifejezetten nagyon jó. Szóval ezt totál tudom ajánlani. Ha minden igaz, de nem tudom, hogy legyka-e még, vagy megerősítették, hogy annak jön a folytatása, ugyanúgy Keanu Reeves-szel. Több kupacba rendeztem az ajánlásaimat. Az egyik kupac az, hogyha valaki a férfiasabb vagy racionálisabb vonalon szeretne elindulni az utána film után, és nem elsőre és nem is utoljára ajánlom a Megérzést, Premonition, szintén Sandra Bullockkal. Hasonló témákat feszeget, de sokkal-sokkal sötétebb és földhöz ragadtabb módon, illetve a Frekvencia szerintem minden részben ajánlom. Egyszerűen zseniális, és itt is idő és különböző dolgok, itt nem egy postoráda ível át az időn, hanem egy rádió. De szerintem kortalan és nagyon-nagyon élvezhető film. Ha viszont tetszett ez a könnyedebb, bájos hangulat, ahogy Norbi említette az elején, akkor én ajánlom egy évvel korábbról a Ha igaz volna című filmet, angolul Just Like Heaven, Reese Witherspoon és Mark Ruffalo játszik benne, és a főszereplő hölgy ott is orvos, és az időnél nagyobb akadály áll a szerelmesek útjába, miszerint, hogy az egyikük egy szellem. És végtelenül bájos és léleksimogató ez a lehetőség is, illetve a Good Place-t szintén sokadjára ajánlom, akiknek tetszenek az idő, science fiction, mitikus elemek, de nem szeretnék kísírni a lelküket. És akinek egyáltalán nem tetszik az időutazás, és nem akar sci-fit nézni, de ugyanúgy szereti Christopher Plummert, mint én, ajánlom a muzsika hangját, mert klasszikus. Egy filmajánlót hoztam, és én a levelezés vonalon maradnék ebben az esetben. Levelek Iwo Jima-ból? Nem, majdnem, de ez a P.S. I Love You lenne, Hilary Swank és Gerard Butler főszereplésével. Ez egy 2007-es film, és ugye szerintem már nagyon sokan látták, elég híres, meg amúgy nagyon szép is, ugye arról szól, ahogy meghal a házaspárnak a férfi tagja, de előre rendezi, hogy egy évig még a halála után kapjon leveleket a felesége, és különböző programokat szervez neki le előre, mert tudja, hogy nagyon szomorú lesz a halála után, meg ilyesmi, és egyszerűen nagyon szép az a film. Ja, ezt még nem láttam úgy, de így a sztori, ez tök érdekes amúgy. A zenéjét imádnátok. Igen. Ó, nagy ilyen ír zene, vagy nem tudom mi. The Pogues például. Igen, nagyon jó. Lehet, hogy a címe az elrettentett eddig, de akkor majd lehet, hogy adunk neki egy esélyt. Gerard Butler. Galway Girl, az a betét dala az egyik. Nagyon szépen köszönöm az ajánlásokat, a hallgatóknak pedig azt, hogy itt voltatok. Legközelebb egy hónap múlva fogunk érkezni egy újabb témával,
ami valószínűleg, hogy a Deadpool versus Wolverine lesz, úgyhogy most a romantikus skifiket egy hónapra megint csak félretesszük, de ismét elő fognak kerülni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, Zsuzsi, Anett és Orsi. Remélem, majd legközelebb is jöztök. Mi pedig majd egy hónap múlva fogunk legközelebb jelentkezni. Addig is jó podcast hallgatást kívánok mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!